És kérlek szépen, és én nem értem az egészet, hogy hogy van ez, meg mint van ez. Ha? Hát például azt se értettem, hogy kijöttem a kórházból, hogy most melyik párt a párt, meg hogy van ez meg. Ha közben kérdezed el, ha izé lett a Pető lett a Tölgyesi, gondoltad volna? Az. Igaz, azt sem tudtam, hogy a Tölgyesi volt a Petőjüknek, hogy kilépett a kizárta, a bezárta, a visszavette, a kivette, a betette. Mind a hülye, itt ne értem. Hú, meg melyik az az igazi párt? Aztán, hogy van ez? Ó, gyerekek, és csak kapogom a fejemet. Jaj, és hiába, hogy dolgozik a kormány, az a sok szemét újságíró. Na, azokat aztán okádni kell, ahogy viselkednek. Szidják a kormányt! Képzeld el, aljas szemét módon szidják ezt a kormányt, aki semmit nem csinál. Hát hogy lehet szívni? Hát persze, hogy nem megyünk előbbre, ugye? Ha nem megyünk így előbbre, a kormány, az a semmi baj nincs a kormánynak, hidd el. Összetartanak, kész. Világos. És képzeld el, bántják őket. Kormány Ferenc megmondta, hogy neki 100 nap türelmi idő kell. Hát ez egy frankó dolog, nem? 100 nap. Azt ugyan nem mondta meg, hogy melyik nap számít bele. Szerintem október 23-a tuti bele számít. Hát akkor 3 nap telt, mit akarsz 3 nap alatt csinálni? Tehát teljes boldogság, és amit a hülye agyammal tudod, hogy csak a fontos dolgokról beszélnek. Hazajött egy haverom Kanadából, osztálytársam volt, tehát hasonló szint, mint én. Egymás mellett ültünk, képzeld el. És mindjárt az állomáson így, puf, neki a kérdést. Figyelj, tessék, állj meg, ssst! Kanadában. Figyelj, ki a tévé elnöke? Nem tudja ez a barom, nem tudja. Sok idióta lökött. Mert ott kint a hülye kormány semmiféle komoly dologgal nem foglalkozik. Én ilyenek, hogy gazdaság, meg mezőgazdaság, meg jólét, meg ipar, meg ilyen hülyeségek. Ki az elnök, gyerekek? Hát ilyet. Hogy menjen ma a francba mindenki, csak már valami történjen, nem? Hát ilyet. És csak a font, hogy a másik. Az MDF. Mit? Ne nézz hátra, neked mondom. Mit? Így ül. Szóval onnan jöttél. Operetben nem volt már jegy. Nem kell ilyen helyre jönni. Gyertek. Engem el kell söpörni a francba, aztán nem így el. Oda van. Hasonszörűek vannak. Gróf, báró, meg herceg, meg mindenki. Persze. A világos. Jaj, várja. Hazajöttek a főnemesek, ha jól tudom, és a legfontosabb témát megtárgyalták. Hogy az előneveket lehet használni. Jaj, de jó. Vége ennek a hülye életnek nálam is. Nem megyünk be ilyen proliba, mint ti. Hétfőtől Hoffi elé ki lesz téve, hogy Hoffman, kész, elég volt. Most már ez megy, tudod? Szóval képzeld el, a kormány az MD... Várja, elsápaszlak még ma este egy kicsit. Jaj, tudod, a régiek, azok is utáltak rendesen, de azok legalább ilyenkor röhögtek. Jaj. Hallod? Nehogy összekeverj, ez nem az ösztűz. Ugyanis 900-szor nincs ösztűz. Oda kéne figyelni erre az egész hangra. Tudod, igaz, ez nem a nyugodt erő, de azért oda kéne figyelni. Aranybogaram. Egyik művésznő, hát ilyet, hazajött Los Angelesből, nemzetiben lépett fel, tökig matyóba.
Piros fején, zöld, orba szájba, minden. Az első előadásra elment a Göncz papa, hitolásból. Ja, a másodikra el kellett menni az Antalnak. Már Loszi miatt. És kérdele, azt mondja, az igen tisztelt művésznő, én nem jöttem haza 56 óta, mert én csak a szabad hazába jövök Losziból haza. És én addig nem jöttem haza, mert csak most jöttem meg a szabad magyar. Igazán. Évike, csak most jött haza. Na hát. És akkor most én mit csináljak, Évike? Szúrjam tököm magamra. Hát mi van, Évike? Hát most hogy van? Évike, el kéne ájulnom, mint kormánykörökben. Évike, ne haragudjon már, Évike, talán kiábrándítom. De képzelj el, több millióan. 56-ban mi meg el sem mentünk, Évike. Képzelj el. Na, hát azért... Hallgass, sápad. Le lehet mérni. Ez nem a sikered, a vélemény. Szóval Évike, hát tehát így tudni, sokan itthon maradtunk. Nagy munka folyt itt, persze. Ez a sok nagyszájú képviselő például, akkor szerezte meg a diplomáját. Üldözés közben. Hát persze. Meg ugye addig egy más pártba előképzést kapta. Hát Évike, mert ne felejts el Évike, hát azt hiszem Helta Jenő mondta, kis ország vagyunk, Évike. Ja, egy csőcselékünk van, azzal kell mindent megoldani. Hát persze. Itt nincs egy külön munkásőr, meg külön nyilas, meg külön ez. Nem. Ma hova vagy beosztva? Kész, ez egy... Gyerekek, hát legyünk őszinték, hát a gesztapónak annyi besugott. Nem tudom, szabad-e mondani, mert... Az Árpád sáv nem sáv. Szóval gondolod, egyszerűen az van, hogy annyi besugó volt itt az összes megszállt területen együttvéve. Hát ez egy ilyen ország, Évike, hát ez rá kell jönni, persze. Itt amióta élnek, mindig mindenki csak nyal, nyal, nyal. Mi történt? Közben új lett a segg. Hát egyszerűen. Hát Évike. Van nem, tudja, Évike. Na. Nem, jó van már, mert elfelejtem, mit akartam mondani. Szóval, és mind a hülyesek kapkodom a fejem, hogy akkor hogy van ez? Jó reggelt! A barátom már alszik. Legalább nem haragszik, jó van. Pedig most fel akartam vidítani. Hát, ha álmában még jobban éri. Az van, hogy most már azért sürgesd fel a főnöködet, ha holnap bemérsz, hogy vagy holnap nem mentek be, persze mi se van, hanem hétfőn, hogy most már valamit kéne csinálni, úgy rendesen, tudod? Most már, mert pif-puf, elmúlik 2 év, és ti lesztek a mútrendszer. Nem baj, én felajánlom, a Béla bácsit bújtatom. Jó. Csodák vannak, tudod? Új a kormány, és nagyon jól dolgozik. Te az 2 évesen új, de hát egy 2 éves az még újra nem, ez még nyeretlen. Tudod? De van dolgok, te szóval le a kalappal. Fú. Van olyan miniszter, amelyik például azt vállalta választásig, minden poszton megbukik. Képzeld el? Hát azért munka. Így ment haza a múltkor azt mondja, anyucikám, elvesztettem a tárcámat. Anyucikám, azt mondja a felesége, apukám, akkor te tárca nélküli miniszter. Nagyon nagy dolog, tudod? És megoldották a idét is, ezt a népélelmezést is. Azt nem miniszterrel, hanem ilyen fondollattal.
televíziót bevonták abba, képzeld el, ez a izéd, a tévés riporter, az élelmezést ő intéz. Külön adás volt, amikor is csótányt ettek. Sváb bogarat. Hát ennyi olcsóban nem lehet kijönni, gyerekek. Gyertek el hozzánk, holnap ciánozás van. Persze. Kis fogpiszkálóra rászúrjuk, roppan és már le is ment. Na most sokan még már pröszel meg sejpít, mert hülyék, mert nem értenek hozzá. Tiszta, semmi beszédhiba. Beszédtechnika van inkább, hogy mi történt. Hát elmagyarázom. Amikor a tücsköt... letuszkolta... A tücsök egy darabig ment, és itt... a filatori gátnál... egyszer csak lestoppolt, és itt belül, és olyan érzést képzeld el, hogy itt, és ugye hát az borzasztó, se lesse föl, és a torkát itt basztassa. És akkor egy drukba vagyok, mert az anyószom, ha lenyeli, képzeld el, nem az élet. Cserépkájában már bement egy ilyen nálunk, és ki kellett venni három részt belőle, hogy ki lehessen venni. Egész éjjel. Ez mi? Ambipur. Ne bízza a szélre. TV-reklám. Gyerekek, azért ez már Európa. Igaz, a hátsó oldala, de Európa. Szóval nagyon jó tesz, szóval ezt, ha még tudják fokozni is, hát szóval azért az már egy eredmény lesz azért. És mégis van olyan sok hülye, milyen magamfajta, aki egyszerűen kötekedik, meg nem azt tetszik, meg semmi nem jó neki. Van ilyen, hidd el. Van. Két haver beszélget. Te, már csak te figyelj, csak nem az, tudod? Hát... ha vagyunk, úgy nem vagyunk, úgy vagyunk. Hát akkor, na tessék, de csak most őszintén a pacekba. Tessék. Te feleséget hogy szeretkezik? Van, aki dicséri, van, aki nem.